A 2800 lakosú bánáti Kisoroszon a Torontál Szórványközpont a 800 lelket számláló magyarság közösségi életének a központja. Így van ez most, a nagy várakozás idején is. Nekem a karácsony az a szeretet ünnepét jelenti, az, hogy a család együtt van, és hogy együtt ünnepeljük ezt az ünnepet. Minden gyertyagyújtásra a közösségi házban összejön a faluban élő magyarság apraja nagyja. Nagyon szeretünk készülődni a próbákon, énekeket, verseket tanulunk, új dolgokat, szokásokat, és nagyon jó, mert összehozza az öregeket a fiatalokkal, meg a kisebbekkel, és jó tudni, hogy van egy közös dolog, ami összehoz minket. Szórványközpontban immár 15. éve, hogy megszervezik a közös adventi gyertyagyújtást, ünnepi műsorral, közös énekléssel, és ilyenkor a csomagosztás sem marad el. A program végén, a negyedik gyertya meggyújtása után, ugye a szeretet ünnepére várakozván, és ez az idő alatt ajándékozunk is, így ma este mindegyik gyerek, mintegy 54 csomagot osztunk ki, gyerekcsomagot, és minden itt lévő kisoroszi és nem kisoroszi felnőtt is egy-egy kisebb csomagot fog kapni, úgyhogy ezekből a csomagokból 170 darabot készítettünk. Negyedik éve, hogy ilyenkor kiállítják a mézes kalácsból készített házakat, a kisoroszi és a magyar csernyei asszonyok munkáit. Az idén 15 mézes kalács házat láthattak az érdeklődők. 3 napunkba telt a templom, ugyanis nem is lehet gyorsabban csinálni, mert elsőbb kisütsük a lapot, aminek szépen ki kell hűlni, akkor második nap kidíszítsük, a harmadik nap viszont összeállítsuk, és akkor egy nap áll, és utána ki lehet állítani. A mézes kalácsházakat szinte egy időben kezdték el készíteni a két szomszédos település asszonyai. Munkáikat pedig közösen állítják ki. Mint mondják, mézes kalácsot sok mézzel, de még több szeretettel lehet csak elkészíteni. Valaki hívott, hogy oda-e adnám neki a receptet, és mondtam, hogy szívesen odaadom. Édesapám ült a konyhába, és hallgatta, hogy elárultam a receptet, és mondja, hogy te mindenkinek odaadod? És mondtam, odaadom, mert aki szívvel lélekkel csinálja, az meg tudja csinálni, de aki nem szívvel lélekkel csinálja, az nem tudja megcsinálni. A negyedik adventi gyertyát magyar csernyei vendég, dr. Szilágyi Gyöngyi gyújtotta meg. A műsorban felléptek az óvodások és a Gyöngy Kaláris vegyes kórus tagjai. A karácsonyról és a karácsonyi szokásokról pedig Kürtösi Péter, a Petőfi Sándor program ösztöndíjasa beszélt.